Először alaposan tisztítsuk le a ládát kívül belül nedves szivacsal, majd egy száraz rongyal. Ezt követően jöhet a láda festése. Ehhez használhatunk oldószeres és vízbázisú festéket is. A legpraktikusabb a vizes alapú akrilfesték, hisz gyorsan szárad, szagtalan, és száradás után már nem oldja a víz. Száradás után jöhet a mintázás. Ez lehet tetszés szerinti, akár szabad kézzel, de használhatunk kéz, vagy saját készítésű sablont. Mi saját készítésű, szív alakú sablont használunk, melyet a felületre téve ceruzával rajzolunk körbe. Ezután jöhet a minta kifestése, szintén akrilfestékkel. Így célszerű kisebb ecsetet használni, hogy precíz legyen a minta kontúrja. A készládát díszíthetjük még szalaggal, melyet akár a láda fülére is köthetünk.